16.140 hiányjelet rajzoltak fel a térkőre a Hősök terén a Pedagógus Egység nevű szervezet aktivistái kedden. A pedagógus szakszervezet szerint pontosan ennyi tanár hiányzik a magyar oktatási rendszerből, melynek átalakítását és a fizetésük megemelését hosszú ideje követelik a szektor dolgozói. A kormánytól azonban egyelőre csak ígéreteket kaptak a kedden ismét számos iskolában sztrájkoló tanárok. A budapesti Bajza utcai általános iskolában van, aki már nem is hisz abban, hogy célt érhetnek. Ez a kormány, ki kell mondjam, azt gondolom, hogy nem fogja beadni a derekát. Mi meg bízom benne, hogy nem adjuk fel. Ha egy évet kibértünk, akkor kibírunk még egyet, és tovább tiltakozunk. Ha kell, akkor még 10 évig, még van annyi a nyugdíjig, úgyhogy addig fogok tiltakozni a magam részéről. A tiltakozás a bérrendezésnél jóval többről szól. A hazai iskolák számos problémával küzdenek. Nincs olyan pad és szék, amiben ők le tudnak kényelmesen ülni. Tehát vagy kicsi, másodikosaim vannak, vagy kicsi a pad, amiben ülnek, kényelmetlen, és ugye egészségre az abszolút káros, a gerincükre kéne figyelni, vagy pedig nagy a pad, és az megint csak nem esik nekik jól. A tantestületben hamarosan két matematika tanár is elmegy szülési szabadságra, a helyükre pedig egyelőre senkit sem találtak. Egy harmadik most gondolkozik a pálya elhagyáson, ezért elkezdett pénzügyet tanulni. 9 éves korom óta tanár szeretnék lenni, és ez volt az álmom, és tényleg nagyon sokat tanultam az egyetemen azért, hogy végül is megszerezem a diplomát, és hogy tanár lehessek, és ezért kezdtem neki a pályának, de már akkor nagyon sok kétségem volt afelől, hogy tényleg jól döntök-e, mert számos szaktársam el se kezdett a pedagógusként dolgozni. A sztrájkolókhoz csatlakozott egy 3 diplomával rendelkező volt kollégájuk is, aki már nem bírta tovább a körülményeket. 31 évig tanítottam, és szeptember 5-én beadtam a lemondásomat, november 5-én lejárt a felmondási időm, azóta munkanélküli vagyok, és hát most úgy tűnik, hogy elhelyezkedem, most már a napokban megkötöm a szerződést, és a McDonald'sban fogok éttermi munkásként dolgozni. A keddi nap fontos mérföldkő a pedagógusok mozgalmában. A tanárok pontosan egy évvel 2022. január 31-én tartották az első figyelmeztető sztrájkot. Eredményt azonban azóta sem sikerült elérniük. Mostanra viszont eljutottunk oda, hogy más szakmák szakszervezetei is csatlakoztak a tiltakozási hullámhoz. Munkáltatónk ezzel tovább erősítette bennük az eddig is fennálló szolidaritás érzését a pedagógusok iránt. A belügyminisztérium előtt a közszolgálatban dolgozókat tömörítő 5 szakszervezet képviselői tartottak sajtótájékoztatót. A felszólalók bejelentették, hogy csatlakoznak a tanárokhoz. 25%-os béremelés mellett a sztrájkot kiüresítő törvénymódosítását szeretnék elérni.